Folyamatosan érkeznek a személyi jövedelemadó bevallások a NAV-hoz, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy néhány dolog még mindig elkerüli az adózók figyelmét. Barlai Krisztina, az adóhivatal sajtóreferense elmondta, hogy már nagyon kevés bevallás készül papíralapon, de még mindig előfordul, hogy az adózó nem írja alá a nyomtatványt, és így érvénytelen lesz a dokumentum. Egy másik jellemző hiba pedig az adó visszatérítés miatt állt elő. Nem rendelkezik arról, hogy visszakéri az összeget, illetve nem adja meg a bankszámla számát vagy a posta címét. Az egyéni vállalkozók is még mindig el szokták felejteni az SZIA bevallásnak a rájuk vonatkozó részét, tehát van, amikor egyéni vállalkozó úgy nyújtja be a bevallását, hogy ez a rész üresen marad. Ezek hiányában a hivatal nem fogadja el a bevallást, a visszatérítés esetében pedig plusz ügyintézéssel jár az igénylés. A kedvezmények terén a családi kedvezmények igénybevételénél is több figyelmetlenséget tapasztalt a hivatal. A szülők sok esetben elfeledkeznek a gyermekek adatainak kitöltéséről, a jogosultsági hónapok megadásáról, vagy a visszautalt összeget nem tüntetik fel. Az adózók közül emellett sokan rendelkeznek egészség vagy nyugdíjpénztár felé utalandó összegről is, viszont abban az esetben, hogyha a visszatérítés miatt nem marad összevont adóalapot terhelő adójuk, nincs miről rendelkezni. Tehát erre oda kell figyelni az adózónak, hogyha a visszatérítés miatt nulla lesz a fizetendő adója, akkor nem tud egészség és nyugdíjpénztár felé rendelkezni. Azokban az esetekben, amikor megfelelő a rendelkezés, és az adózónak több ilyen pénztár felé lehetne rendelkezni, akkor az adózónak kell eldönteni, hogy melyik az az egy pénztár, amely felé az adóhivatal utalja ezt az összeget. A bevallás része az 1+1%-os rendelkezés is. Fontos, hogy ezt nem befolyásolja az SZIA visszatérítés, ezért a NAV arra kéri a lakosságot, hogy akár a bevallásban, akár attól függetlenül május 20-áig mindenki éljen ezzel a lehetőséggel.